Kedves Viktor, itt a kedves vendégeid előtt kérlek tisztelettel, adj még egyszer engedélyt, hogy felvegyem a szolgálatot. Engedély megadva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Arra kérlek téged, mert hogyha bizonyára ismerik őt, tehát egy olyan ember, aki agilis és a nap 24 órájából 23-at dolgozik, és egy órát pedig, ha csak lehet, leendő feleségével tölt. Arra kérlek, hogy most már 23 órát tölts a kedves asszonyoddal, majd, ha egy óra múlva már a te feleséged lesz, és egy órát pedig tölts a pihenéssel, vagy esetleg egy kicsit többet, jó? Most már engedd el ezt a mai napot, ne szervezz tovább, szeresd őket, mert ők is szeretnek téged, és azért jöttek ide, hogy téged ünnepeljenek. Nagyon kedves emberek jöttek ide. Téged és a kedves leendő feleséged. Köszönjük szépen. Én ezt tudom, és bízom benne, hogy jól fogod magad érezni. Éljen a vőlegény! Még néhány perc és érkezik a mennyasszony, vegyülj el köztük, és szólj nyugodtan, lehet fogyasztani, hölgyek urak! Ott az asztalról, ha találnak magukra, esetleg fogácsát vagy itókát, nyugodtan vegyék le és vegyék meg ilyát. Akinek keringőzni vágyik kedve, megint Hölgyeim és uraim, kedves násznép, a mennyasszony! Még mielőtt bármi is történne, engedjék meg, hogy feltegyek egy utolsó kérdést a vőlegénynek. Ő az a lány, akit ma oltár elé szeretnél vinni. Senki más. Akkor arra kérlek téged most, hogy karolj belé abba a nőbe, aki téged világra hozott. Menj föl a lépcsőn, és várd ott fönn a kápolna bejáratánál, és arra kérem a kedves nászépet, teszem tehát a kérdést, melyre kérlek benneteket, határozottan válaszoljatok. Kijelented-e, Kacsika Csilla, hogy az itt jelenlévő Urbán Viktorral házasságot kötsz? Igen. Kijelented-e, Urbán Viktor, hogy az itt jelenlévő Kacsika Csillával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Egybehangzó igen kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Urbán Csilla és Urbán Viktor a polgári törvényről szóló törvény értelmében. Mi nem hirdetjük fennem hangos szóval, csak te, csak én, örökké és holtamigran. Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, lelkünk mélyen őszintén, igazán szeretni. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, egyetlen titka adni, és mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. E gondolatok jegyében, szeretetetek és összetartozásatok szimbólumaként megkérlek benneteket, hogy húzzátok egymás ujjára karikatúrákat. Ezt leveszed?
Wow. És most köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. És közel, ott legyen a köszönöm. És jövünk idézni? Jön a fényképet. Szuper. Még egy picit, jó? Köszönöm szépen. Még egy kicsit. Nyilatkozz Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarod a jelenlévő Csillát feleségül venni? Igen. Mondta utánam Csilla. Csilla. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleség. Feleségül? Feleségül veszlek. Mert hogy ezért vagyunk itt, drága Viktor. De érezzük, hogy őszinte. Csilla. Nyilatkozz Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő Viktorhoz feleségül menni? Igen. Mondta el utánom Viktor. Viktor. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül megyek hozzá. Feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ti pedig testvéreim, akit jelen vagytok, legyetek tanúi a Szent Életszövetség megkötésének, mert Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egybe kötött, ember szét ne válasz. Viktor, csókold meg a hűség gyűrűjét, és húzz rá Csilla ujjára, amiről megbeszéltétek. Csilla. Csilla. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem. Szeretetem. És hűségem jeléül. És hűségem jeléül. Az Atya. Az Atya. A Fiú. A Fiú. És a Szentlélek nevében. És a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Csilla, te is csókold meg a hűség gyűrűjét. Az rá Viktor ujjára. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem. Szeretetem. És hűségem jeléül. És hűségem jeléül. Az Atya. Az Atya. A Fiú. A Fiú. És a Szent Lélek nevében. És a Szent Lélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Meg lehet csókolni egymást. Többieknek lehet tapsolni. Szokták mondani, mint a mesében! Éljen az ifjú pár! Jó nagyot! Még egyszer kezdjük! Számolás indul! 1, 2, 3! Jó, nagyszerű, azt kérem vissza! Jöjjön!
kisasszony jöjjön ki, maga kilép a helységből. Ide. Nem meri adni a kezét? Ja, dehogy nem. Itt van a párja? Itt. Tényleg? Jöjjön ide a párja. Az a sármos fiatalember, tetszik magának? Hozzá fog majd menni? Jó van, rendben. Jöjjön ide, fogja meg a kezét, aztán majd feladatuk lesz. Megint leesett a földre, még egyszer számolunk. Tavaly voltam Székelyföldön egy lakodalomban, 7-szer dobta el a csokrát a mennyasszonyát. Most tartunk a másodiknál. Számolás indul! 1, 2, 3 Kisasszony! Jaj! Maga a Szolnok mellől jött, ugye? Pesten élnek, most ismerkedtem meg vele, meg a párjával. Jöjjön csak, fiatal ember, milyen kedvesek! Én azt hittem, hogy magukban össze vannak házasodva. Úgy fogta a kezét ennek a lánynak. Remélem, a nász éjszakát még nem járták le. Nem. Lejárták? Figyelem, számolás indul! 1, 2, 3 Ne menjen sehova ez a francia lány, francia lány? Akkor most beszélni fogok magához. De mivel nem tudok franciául, ezért magyarul fogok, de hangosabban, jó, hogy értsen. Az a lényeg, hogy akárhogy is maga gyönyörű.